Többször csináltam már videót olyan szájhagyomány, elsősorban szájhagyomány útján terjedő bölcsességekről, amiket az emberek hát így gyakran hangoztatnak, pufogtatnak, és azt gondolják, hogy ha eszerint cselekszenek, eszerint viselkednek, akkor egy hiteles, jól működő életük lesz. Ugye volt már egy-kettő ilyen, hogy hát, hogyha fiatalon kiéljük magunkat, az milyen jó, mert akkor majd időskorukra nem tudom én mennyire hűségesek leszünk, és biztos nem jut eszünkbe az, hogy megcsaljuk a másikat. Az is egy ilyen volt. Ugye volt, csináltam arról már például anyagot, hogy milyen, hogy amikor valaki mondjuk azt képvisel, csak az a lényeg, hogy te jól érezd magad, én támogatlak mindenben. És egy hasonló kijelentést fogok megvizsgálni, ami szintén ilyen hát, tanácsként szokott elhangzani, és ilyen életvezetési elvként követjük. Ez pedig a hallgass az érzéseidre tanács lesz, vagy legalábbis ezt fogom megvizsgálni, hogy én erről mit gondolok, és hogy azzal kapcsolatban mi a véleményem, hogy valóban előremutató stratégia ez, hogyha valaki az érzéseire hallgat, vagy kizárólag az érzéseit követi. Na most tudni kell azt, hogy az érzelmek azok alapvetően ugye értünk vannak. Azért alakulnak bennünk ugye ki érzelmek, mert ha hát a pozitívan értelmezzük, mert valamit üzennek a számunkra, azt jelzik, hogy esetleg valamilyen szükségletük sérült, vagy akár, hogyha pozitív érzésekről beszélünk, akkor kielégült egy adott szükséglet. Tehát, hogy a legtöbb esetben információ értékkel bírnak az érzések, és segítik ugye a mi saját magunk eligazodását is az életben, ami egy tök jó dolog. Tehát ezzel semmi baj nincsen. De most azt is fontos azért tudni, hogy a személyiség az nem egy ilyen homogén cucc, hanem egy több részből áll, hogyha most ezt tök egyszerűen mondom el, és ez azt jelenti, hogy nyilván a személyiségünkben vannak idézőjelben olyan részek, amik egészségesen működnek, és vannak olyan is, amik kevésbé működnek egészségesen. Csak ugye egyszerű példákat hozok. Lehet, hogy például, mert olyan volt egy remek kapcsolatom a testvéreimmel, van egy szabad gyermeki érrészem, ami hogyha aktívvá válik, akkor egy ilyen játékos, humoros, könnyed valaki vagyok, és nagyon jól tudom szórakoztatni saját magamat is, meg a környezetemet is. Na most, hogyha az ebből a részemből eredő, vagy adódó, vagy ebből a részemből feltűrő érzéseket követem, akkor valószínűleg ezzel nagyon sokat nem fogok ártani, sőt, az is lehet, hogy még azt is tudom érzékelni, hogy hol van a határa a viccelődésnek, hogy hol van az a pont, amikor már esetleg más érzéseit, vagy jó közérzetét sértem meg azzal, hogy nekem baromi jó a hangulatom, hiszen, mivel egy egészséges részről beszélünk, például működik bennünk az empátia, és tudjuk, hogy milyen szituációban tudjuk ezt a részt működtetni. De most mi van, hogyha van egy olyan részünk, ami például egy sérültebb rész, egy olyan, ami beszívódva, vagy éppen abba belépve azt éljük meg, hogy az egész világot gyűlöljük. Tele vagyunk düvel, sértettséggel, haraggal, félelemmel, és akkor követjük ezt a tanácsot, hogy hallgatunk az érzésre, a szomszédot fejbe lőjük, elássuk a kertbe, a barátnőnket szakítunk, megmutatjuk neki, hogy velünk ő ne szórakozzon, a főnököt elküldjük a jó édesanyjába. Tehát az érzéseinkre hallgatunk igazából, tehát hogy valójában, és meg is vagyunk szentül győződve, hogy nekünk igazunk van, hiszen velünk az élet kibabrált, jogunk van revansot venni mondjuk másokon. Hát nyilván érezheted te is, vagy legalábbis gondolhatod ez alapján te is, hogy azért ez a tanács, ez nem minden körülmények között működik. Azt gondolom, hogy akkor érdemes követned ezt a tanácsot, hogy hallgass az érzéseidre, és azok szerint cselekedj, most itt tényleg szó szerint azok szerint cselekedj, hogyha ezek egészséges részeidből jönnek ezek az érzések. Most ahhoz kell önismered, hogy felismerd, hogy te most éppen a 16 éves kamasz részedbe vagy beszívódva, és onnan szemléled az életedet, és felismert, hogyha te ez szerint csinálod most a dolgaidat, azzal se a jóléted, se az alkalmazkodásod nem fogod elősegíteni, tehát valami más stratégiát kell választanod, nevezetesen első körbe föl kéne ismerni, hogy az most az aktuális érzéseid, azok nem a jelenről szólnak, nem az itt és mosthoz kapcsolódnak, hanem a múltról, az akkor és ottról szólnak, és neked azzal van dolgod. Tehát még egyszer, ezt a tanácsot én azt gondolom, hogy akkor érdemes követni, ha egészséges részeidből származó érzésekről beszélünk, és akkor is nyilván csak úgy, hogyha az adott szituációban az az adott
viselkedés, ami jönne az érzéseidből, az odaillő, és nyilván a te jólétedet, illetve mások jólétét, alkalmazkodását pozitív irányba mozdítja elő, nem pedig problémákat, feszültségeket, sérüléseket okoz. Tehát ma annyit szerettem volna mondani, hogyha tetszett ez a videó, akkor iratkozz fel a csatornára.